emberek, nos, 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 szeretnék gyorsan ám, de velősen csocsogni arról, hogy hol voltam az előző egy hónapban. Hosszú történet rövid, nem éreztem magam rózsásan. A magánéleti és tanulmányi része, nem igazán tartozik rátok, de a videózás része igenis. Járóta jellemző, hogy nem igazán vagyok megelégedve a videóimmal, és a nem igazán vagyok megelégedve alatt azt értem, hogy kb. 40%-okat úgy letagadnám, hogy vannak. Ami azért valljuk be elég bajos. Heti 15-20 órákat töltök el egy olyan dologgal, amihez kevesebb érzelmi kötődésem van, mint az uzsonnás dobozomhoz, úgyhogy nincs zsonnás dobozom. Így végül arra az elhatározásra jutottam, hogy egy picit susszonok, és miután kitagadott az algoritmus háromszor, visszajövök, és mi lenne mi lenne, hogyha most... Hmm, mi, mi lenne, hogyha most jó videókat is csinálnék? Hm? És mivel mással is kezdhetném el a rump reneszánszot, mint egy Space Jam 2 kritikával? Uh, it's showtime, folks! <laughs> Már most rá, hogy az introm is Luni Tunzos. <laughs> Ilyenkor jönne a videónak azon része, amikor elmesélem a sztorit, de őszintén nem tudom, mit mondjak el erről az áprodott üllekvárról. <laughs> ez értem, ez vicces. Lebron egy szar szülő, van egy fia, ő programozni akar, aztán azt mondja, hogy nem kus kosárlabdáz, ő meg azt mondja, hogy há, nem, majd bim bum valahogy bekerülnek Warner Brothers országba, és Don Chiru meg Tapsi Apsi rasztályak, kb. így ennyi van meg, nem tudom, valamikor azt hiszem kosárlabdáztak is. Mert amúgy, ha ja, le kell lőnöm a point. Ez a film nem jó. Mondanám, hogy emberiség ellen elkövetett bűn. Hmm, talán csak keddenként. De most őszintén olyan régen találkoztam egy ilyen remekvével, ami ennyi rétegen keresztül egy katasztrófa. <kül> Mert hogy amúgy először is én nem értelek titeket. Tök nyugis volt a film bejelentésekor az internet népe. De mi? Már a Crude 2 kiakadunk, megjegyzem jogosan, a Toy Story 4 kiakadunk, megjegyzem jogosan, de ez, ez teljesen oké, okay, nem? Lol, nem! A Space Jam 2 azon kevés filmek egyike közé tartozik, amikor már a puszta léttel is problémám van. Hogy mi? Hát azért, mert a Space Jam egy 90s film. Persze kérdezhetnéd, hogy mi ezzel a probléma. Végül is a Star Wars az a 70-es években jött ki, aztán 5 évtized, és még mindig rohadt menő. Ezzel inkább nem példálóznék. de amúgy, amúgy a felvetés tök jogos. De ezt mondtam, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy teljesen más, hogyha egy film egy bizonyos évtizedbe jött ki, vagy hogyha egy évtized stílusát magán viseli. Na és ez hatványozottan igaz a 90-es években. Bele. A Matrix hiába jött ki a 90-es években, nem nagy film. A pulpális fixáció hiába jött ki a 90-es években, nem nagy film. A visszajövőbe hiába jött ki a 80 es években, 90-es film. Hmm, új értelmezés a címnek? A 90-es évek filmjei viccesek, de nevetségesek, tanítóak, de gagyik. Popkultot de megérthetőek. Na és pepitában ez a Space Jam 1. Hm? Mit gondolsz erre a Discord? Ha? Kussolj már! Köszi! Na, szóval... <kül> mesekritikusság. <laughs> a lénynek sem ártó gyerek kedvenc Billy film, de kétségtelen, hogy technikailag olyan fájóan meg hogy azon már a nagyim aspirinje se segítene. De oké, okay, más filmes kultúra, más helyzet. Viszont ezek után már remélem megértitek, hogy egy 2021-es Space Jam folytatás miért egy kamikazetta film. Konkrétan egy öngyilkos lett az eredetinek egy második részt csinálni, úgyhogy közben eltelt két egész évtized. Egy bölcsész utalással élve, kb. ez most olyan, mintha fognánk magunkat, és Györ közepére jól oda egy román stílusú templomat, úgy, hogy közben eltelt ezer év? Hm, igen, a lőrésszerű ablakok ezer éve menők voltak, most meg nem. Színészkedni képtelen sportemberek 25 éve menők voltak, most meg nem. És nem, nem LeBron hibája minden, nem kell azért mindent rákenni. Valaki Kerit mondott? Há, Jézusom, hogy kerülsz ide Kerry? Amúgy, amúgy, hello? Kerry? Kerry? Nézd, Drunk. Igen. Hogy nem, egyébként nem vagyok annyira jól, ha már így kérdezem, Nagyon sok a suli miatt a stressz, barát és családi elvárás, a videózás kontrollálása azért. 18 évesnek lenni azért jön vele azért felelősség, ami azért összetudja nyomni az embert, a társadalmi Dejétek el... meg. Wait, what? A kötetemet. Jelentkezzetek a katyvasztáborba. Miket szoktam még mondani? Szentséges, szafú, ajándékjáték.hu webáró. Jó, és akkor ennyi elég is volt, köszönöm szépen. De amúgy a promózásról jut eszembe. Ignoráljátok, hogy a véletlenül filmnek hívom a Space Jam 2-t, annos szar lenne az egész videóban cuccnak, meg izérek nevezni, ez. Nem egy film. Mármint persze nevezhetjük filmnek felőlem, akkor viszont a pilóta keks reklámok jelentkezzenek az Oscar, hogy haló. Jöttünk legjobb rövidfilm kategóriát nyerni. A reggeli dugóban ülő Feri bácsi káromkodásába több művészi érték szorult. Nincs semmi baj az utalgatással, kedves film. Egész reklám, de mi lenne akkor, és tényleg csak dobálgatom az ötleteket, ha esetleg lenne is értelme ennek a szarnak. Mert amit te csinálsz, az nem tudom, mint egy ismered ezt a filmet? Ez egy másik film, amit a cégük birtokoló. Nézd, ez a Matrix. Hát a nagy az nem szokott twitterezni, úgyis a Matrixban twitterezik, húhú, srácok, ha haha. És ebből áll az egész 90 perc hullagász popkultúrvit. Ezt hallottad? Valaki azt mondta volna, hogy Culturkics. Nézd, mert ott van a mesenézős gyerek. Ó, oh, ez egy. Kicsit fájt, de amúgy őszintén mi a jó Dan Chirot kerestek most itt? Valószínűleg azért vagyunk itt, mert idáig hallatszik. A pocsék mikrofonod. Nem is igaz, ez már egy jó mikrofon. Mindenki azt mondja, hogy nincs jó mikrofonom, de tudjátok mit? Menjetek a francba, hát morcogás hangok. Morc, morc, morc. Csangos, be csangos, be csangos. Mindezek után még ott lehet néhányaknál az az érv, hogy de hát ez csak egy gyerekfilm rumpli. Épp az előbb mondhat, hogy az eredeti is csak egy goofy gyerekmese, az akkori kölykök pedig még ma is élvezik. Hát mi van ezzel rumpli, mondjad, mo most pofázzál. Erre pedig azt mondom, hogy na ne beszéljél velem ilyen csúnya léci. Amúgy meg spoiler alert kedves kázmér, nem tudom gyerekfilmnek is nagyon gáz. Ebben a filmben nincs semmi olyan dolog, ami egy gyerekben különösebb érdeklődést váltanak ki, de várját, csinálok egyet, azt megkérdezem. Egyébként meg hagyjátok már abba ezt az érvelést, hogy gyerekfilm, és abban nem kell minőség. Évtizedek óta ez megy, a minőségi szint lerontása. Egyre kevesebbet várunk el az ilyenektől, csak hogy legyenek hangosak, meg csillik, meg villik, meg huhu. És igen, mi itt kacarázhatunk, de komolyan nem tudom megérteni, hogy mi, mint egy egy társadalom hogyan engedhetjük meg azt, hogy Cucu Malac, az animációs filmtörténet egyik legikonikusabb alakja nyílt színen, gátlások nélkül erőszakolja meg a repcsatázás összkultúráját. We rapping? who you really are, notorious P.I.G. Persze, azt is mondhatjuk, hogy a képi világ szép, de a valóság az, hogy az animátorok szarnak bele a munkájukba. Az még egy dolog, hogy a kétdés részek csak azért jöttek létre, hogy LeBronnak kevesebbet kell ilyen forgatáson lennie. De ezen kívül is például a karakter dinamikában folyamatosan csak is kizárólag a minimumot hozzák, vagy valamikor még azt sem. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nincsenek egyeztetve a szájmozgások egy 150 milliós budgetú filmnél. Hogy? Egyébként, ha megnéztek bármilyen YouTube animátort, például Ungdani, ahol most meg fog jelenni Ungdani, ugye? Mm. Nem? Jó, jó, oké, szóval, akkor is látjátok, valaki hogy... Valaki ungdani itt mondott? Oh, great. Nem, vagyis... de, de... jó, tök mindegy. Honnan jöttök ennyien? Nem tudom. Az jó... Oh, el is felejtettem, tényleg? Okay, és hogy állsz a kell. Komolyan nem. El... Oké, okay, összegezve, ne nézd meg, mert ez egy rossz film. Ennyi, hova kell tovább ragozni? Jó itt, Okay. Ilyen hausztártál úgy, hogy nem dezaizt egy zokk. Én uh, Latin Papucs vagyok, és most megettem egy hambúrgert.